Hello zusammen, a mai videóban, igen, megint foltos póló van rajta, mert ezt már az előzőekben megkaptam, hogy vegyek már fel tiszta pólót. Olival fagyisztunk, és emiatt van rajta folt, úgyhogy elnézést kérek mindenkitől, akit ez zavar. Viszont ami ennél sokkal fontosabb, hogy igen, itt mögöttem, a szemfülesebbek már kiszúrhatták, hogy egy szép kis E46-os bontódik, mivel elkezdődött a 320-as dízel BMW-nek az építése. Viszont, hogy pontosan mi is történik az autóval, mindjárt megkérdezzük magát, Vörös Jenőt, a BMW és dízel specialistát, hogy mondja el nekünk, hogy mi a terve vele, és mi fog átépülni az autón. Szóval ez egy E46 20D 150 lóerős, ez komorér, alapban 150 lóerős, csippel szokták 180-190 lóerőre felhúzni, és ugye akinek nem elég ez, akkor van hozzá nyúlva mechanikusan is az autóhoz. Ez már változógeometriás tub van rajta, elektromosan vezérelt, cooler van rajta, ez alap. Na most mi teszünk rá egy 2260-as végbandos turbót, ami 231 lóerő és a 235 lóerősökön van a 3000-eseken. A srác adott hozzá egy erősített kuplungot, ami elvileg 700 Nm-ig bírja, azt mondhatjuk, de két tömegű maradt. Nagyon fontos, mert sokan felteszik rá, nem mondok márkákat, sokféle szinter kuplungot, keveler kuplungot egy tömegűre, és annyi csörömpelése van, mint az őrült. Tehát a két tömegű, ennek az a lényege, hogy a rezonanciát, a fordulatszámváltozást felvegye, és a váltott nyugalomba tartsa, hogy így mondjam, azon kívül ágyon viszi át a hajtást. Na most, ha felteszek egy tömegű lenkereket, olyan csörömpeléssel van váltó, hogy nem kulturált. És ezen maradt a két tömegű lenkerék, csak van egy fiatalember, egy mesterember, aki tudja, melyik lenkerék, melyik kuplunggal, melyik nyomszerkezettel lehet összeállítani, amit tökéletesen passzol, és át fogja tudni vinni ezt a 700 Nm-t. Tehát kap egy nagy turbót, amit meg kell tudni, mindjárt el fogom magyarázni. Tehát ez a gyári turbója, ez egy szervovezérelt geos turbó, ez 150 lóerős gyári turbó, és fog kapni egy 2260-at, amit látszik, hogy ez igen nagyobb. Az is látszik, hogy teljesen más a felfogatása. Most esi szervo motorra állítja a turbonyomást, ezt majd át kell rajta variálni, hogy elférjen így, ahogy volt, ez nem fér a vásztól, de ezt majd rászereljük úgy, hogy elférjen. Itt a kuplung lenkerék, amit mondtam, le van gondosan csiszolva a cikkszámról, hogy ne tudjuk meg, hogy mit talált ki a fiatalember, a mesterember. Ő tudja majd, hogy lehet összetenni, nem tudom ez minek a nyomlapja, de azt mondta, hogy 700 Nm-ig bírni fogja. Ott van benne a kuplungtárcsa, és itt van benne a lánkerék. Tehát ez így 700 Nm-ig azt mondták, hogy bírja, és marad két tömegű, magyarul szépen fog járni az autó, nem fog csörömpölni a váltó benne. Itt van a gyári leömlő, ugye ehhez passzol. Ugye van olyan megoldás, ide csinálnak egy ilyen átalakítót, hogy a háromszögű kerek lemenjen. Na most azt tudnék, hogy az úgy nem jó semmire. És ha belenézünk ebbe, ennek van egy örvénylése. Nagyon-nagyon fontos a gáz örvénylése. Itt van neki a gyári leömlője, ez a 6 hengeresé. Lehet látni, hogy 3 henger ide van osztva, 3 henger oda van osztva. Lehet látni, hogy van neki egy ívelése. Tehát megvan az, hogy a turbónak, ennek az öntvényháznak, a turbocsika háznak, hogy jó, hogy kapja a gázt. Ezt még elcsavarnám, hogy amarra forogjon, a turbónak hatásokkal nem lenne jó. Most azt csináljuk, ezt így le fogjuk vágni, marad 4 hengeres, pont ugyanakkor az, amekkora kell, és úgymond a saját csonkjával fogjuk feltenni. Annyira nem hatengeres az autó, szép hívbe levágjuk, az Olika szépen hozzáergesztét, behergeszti beval, én neki van egy ívet, rátesszük, és csinálunk egy négyhengeres, végbandos ki a leemlő csonkot, ez így fog lenni, így lesz mesteres. Azon kívül kap egy nagy intercoolert, szépen föltesszük a helyére, ugye vissza is kell hűtenünk a gázt, hogy megfelelő hőmérséklet legyen, mert hideg gázban több az oxigén, ugye tudjuk, ezért alkalmazunk a coolert. Most ebbe is látszik, hogy eleve ennek picike lukja van, hát az a megoldás, hogy fölteszek egy nagy turbót rá, és akkor majd elvágom, és akkor majd elhegeztem, az nem jó semmire. De itt a gáz áteresztő képessége, és itt az ugye nem ugyanaz. Tehát ebben a csonkkal ez a turbó nem lenne jó hatékonyságú. És akkor azt mondjuk, hogy van egy nagy turbó rajta, és mégsem jönnek a lóerők, nem jön a power. Ebbe fog jönni. Ez jó fog lenni. Ez ki van találva. Nagyonnak tűnik ezen a luk rajta, és mégis ez jobban ki van találva. Más az örvénylése. Ebbe fogjuk megcsomni, elvágjuk, és fölesztük a helyére. Bilincsünk van hozzá. Ez meg lesz, hogy hogy áll a helyén, mindent el kell össze-vissza forgatni. Azután be kell állítani, hogy a geónak a honnan, mettől meddig dolgozzon. Bakot kell csinálni, a motortartó bakot is ki kell cserélni, tehát igényel átépítést, a sátszerzőosztó is megcsinálják nekünk. A kész van minden, és működik minden, akkor ezt ugye be kell még szabályozni, ezt majd állíthatóra csináljuk, hogy be tudjuk szabályozni a nulla értéket, és ha minden kész van, akkor megy az Olikához, csinál egy kifogórendszert rá, a tulajnak az igénye szerint, és az is kész van, akkor jön az a rész, hogy meg lesz vezérlő írva úgy, hogy kell, hogy ez más kell. Azután jelozom, még vannak hozzá injektorok, azt megmutatom, hogy milyen injektorok. Aztán csináltunk hozzá egyedi injektorokat, ez 35D-re van átalakítva. Tehát maradt az alap karakterisztikája, csak 35D-re alakítottuk a sásznak át. Ezek mennek majd bele, ennek fogunk egy duratáblát csinálni, és úgy lesz megírva a vezérlő, hogy pontosan tudja mi. Nagyon jó, hogy ez szervos, mert a tuningnál nagyon fontos, hogy több kaját adunk, több levegő kell hozzá, de a levegőt pontosan tudjuk, minél pontosabban tudjuk a levegőt mennyiségét szabályozni, turbóján szabályozni, annál pontosabb az egésznek az égés a motorba, majd itt a füstet elkerüljük. Én nem akarok olyan megcsinálni a sásznak, hogy amilyen tádé tuning, hogy dől a füstjön a lóerő, meg ahol füst, ott az erő, hogy olyan legyen, dob egy füstöt, de elhagyja. Tehát ne menjünk addig lóerőbe föl, hogy fú, nagyon sok lóerő legyen, a lóerőt ott meg kell állítani, ha kezdődik a füst. Nekem ne füstöljen, tehát legyen jó erős, ne dőljön bele a füst. Ez a terv, megpróbáljuk. Amit látjuk a turbo, azért sokkal erősebb. Sokkal erősebb, de ez kifógáz is kell, és azt pedig ez majd szolgáltatja a gázolaj mennyiség. Ennyi, folyamatában csináljunk videót róla, hogy hogy haladunk vele. Elviheted a k-ba, arra beteszed a vízszínmérőt, az azt mondja, hogy vízszínmérő ugyanúgy fog lenni, csak lentebb fog kerülni. Tehát ugyanígy, ahogy most van, csak lejjebb fog kerülni, onnan ezt a kart meg kell csinálni, hogy így bemenjen. És akkor be tudunk menni meg félre. Ide be tudom tenni. Aha. És akkor nyertünk ennyit. Ide ezt a bakot el tudom így görbíteni, tehát hogy itt így bakot csinál neki. Aha. És azt mondjuk, hogy földugjuk helyre, hogy mekkora utat tesz meg, mikor teljesben van nyomva, akkor kar itt elférni így. Majd kitaláljuk, hogy ide be kell tennünk, mert nem félre, itt van a váz valahol. És ide be kell, hogy tegyen valahogy. Itt elő el fog férni a csőtől. Ha menjek le segíteni... Nagyon jó az a fény, bazd meg. Pont a szemedből világít. Nem nézzük oda. Akkor várj, lemegyek, és akkor nem fog a szemedből világítani. Jenő, most miért is váltok ennyire az autó alkatrészes? Mit hozott? Vagy mit kellett ennyire? Hát a végbandom egy bilincset. Ja, oké. Akkor nem figyeltem. Sose figyelsz. Hát is igaz. És akkor most felmegy a turbo helyére. És akkor na hozzá oda próbálom, már kitáltam, hogy teszem fel a szervót, és oda próbálom, hogy hogyan jó. És akkor aztán már csak be kell coolerezni. Aztán már csak. Kitufogó. Igen, aztán már csak. Ja, mert a 30D csúcsok az már benne is van. Nem tesszük bele, akkor egyesen működjön a turbo, működjön minden. Cooler legyen bekötve, induljon be, beindul, akkor kap láncot, meg megkapja a nagy porosztokat, láncféket, úgyis szétkeszed az egészet. Aha, ja, és akkor utána dolgozhatóbb duplá. Jó, oké. Megmondom őszintén, én régebben nézegettem E46-okat, csak közben jönne Jenő is. És néztem pont ezt a 20D-t. De hát úgy voltam vele, hát mondom, szedán, nagy autó, nehéz autó, 4 hengeres dízel, ugye akkor még nem tudtam, hogy a Golfok is ilyen jók. És most nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fogunk tudni kihozni ebből az autóból, ezzel a nagy turbóval, a coolerrel, kipufogó rendszerrel, mindennel együtt. Meg ugye van az a, hát nem mondom hogy így, hogy tévhit, viszont rengeteget utána olvastam ennek a dolognak is, és azt írták sokan, hogy nem szabad ezeket a motorokat 250 lóerőnél feljebb húzni, mivel eltördelik a főtengelyt. Most, hogy ebből mi igaz, mi nem, Jenőt is kérdeztem, ő elmondta ugye az egyik kérdezfelelek videóba, hogy a BMW megcsinált egy dugattyút, egy hengert, és ugyanaz a méretek, ugyanaz a teljesítmény van ebbe a 2000-es, ugye 4 hengeres motorba is, mint a 6 hengeresbe, csak annyi, hogy 4, és ugye a főtengely ugyanaz, csak rövidebb. Úgyhogy nem tudom, hogy mennyi igaz ebből, hogy tényleg töri a főtengelyt, nem töri a főtengelyt. Lehet, hogy már volt ilyen valakinek, akinek eltörte, és akkor ő elterjesztette ezt, hogy úristen, ezek a 20D-k tördelik a főtengelyeket. Nem tudom, kíváncsian várom, hogy mit fogunk tudni kihozni, de ugye Jenő ezt már többször mondta, hogy ez az autó nem fog füstölni, úgyhogy úgy lesz megcsinálva, hogy füstmentesen, amennyit ki tudunk belőle hozni, mert Jenő utálja, hogyha füstöl egy autó, úgyhogy kíváncsian várom tényleg, hogy mit fog hozni, meg a menet tulajdonságaira leszek kíváncsi, hogy milyen érzés lesz vezetni az autót. Hát nem fér a baks. És ezt át kell bakot alakítani. Mindjárt bezumbolok. Innen, aha. Innen ki kell venni, be kell merevíteni, hogy passzoljon a helyére. Nagy a turbó, nagyon. Itt kivágjuk. Igen. Bemerevítjük, hogy a kivágástól ne gyengüljön. És akkor van új bak, föltesszük, és akkor hát csinálunk helyet, mondjuk. Ja, már láttam, ha most odaér, így a nézők is látják. Beleér. Ennek itt kell fent lenni, centre fölé kell lenni. Olajlömlőt kell csinálni hozzá ide, meg kell segít majd támasztani ott. Milyen csövet szereztél? Aha. Ilyen csövet. Ez bele való gumit rákötni meg a bilincs, ez ebbe a turbóba való, és akkor szépen meg tudom kínni lefele kullácsővel. Ja, értem. Meg idehozom mindjárt a millanycsövet. Ez a D3-é. Szokásos. És ezt a D3-at föltesszük. Pont fog passzolni ide. D3-nak a csonkja. Azt a... Megy rá a turbóra, ez fulljárt lesz. Itt a vécsöntőn is alakítani. Tehát ez pont fog passzolni oda a turbóra. Meg rá hát ez nagyon komoly. A vécsöntőn elfordítsuk csak. Oda rá a turbóra és oda fel. Hát ez teljesen gyáraz. Mekkora az esély erre? Hát a BMW így találkozott. Minden ugyan csak rövidebb. De 6 henger csak rövidebb. Passzolni fog, ez is passzol oda. Csak kifelejteljen meg a szervontót, azt kell meg fővarázsolni rá, mindjárt kitaláljuk. Akkor minden gyári alkatrészre lesz összerakva, vagy gyárias. A turbócsőlás, de az meg rendes cső, azt a túl ne legyen rikítós kék turbócső. Persze. Van gyári csavócső. Ezt majd a valós fővarázsolni. Fogalma sincs, hogy hogy fér főre majd. Ekkora helyük van rá, az kész. Sem ekkora, akkor, aha. Vagy így. Szerintem így lesz majd föltéve. Ide. Uh-huh. Hát, hogy nem, ez nem ilyen fajta turbó kellett volna rá, mert ez az E90-en van, amelyiken így van föltéve. De majd lemegyek is, akkor összebókaszolom, hogy bakot kell neki gyártani, így függlegesen nem fog férni. Építés. Akkor nem egyszerű. Építés az? Akartam már kérdezni, hogy tepi autójával is ennyi munka volt, vagy az még rosszabb volt? Hát azt ő csinálta. Azt ő csinálta. Ő csinált patentívekben rá a nagy turbo az kipufogó csonkot. Hát azon minden építő volt, az fél évig építettük. Minden hétvégén. Ahogy jut, hogy ide kell költözni, az azt mondta, hogy költözni. Minden hétvégén ezt csináltak. Jenő, ezekhez ilyen turbókittek vannak? Amit megvesz, és akkor minden benne van már, legyártva? Szerintem nincs. Nincs, aha. Mert eBay-en van rengeteg ilyen, tudod, hogy... Hát lehet, hogy van, de az olyan árban szerintem, hogy az elérhetetlen. Ezt így tesszük fel. Mire kell csinálni? Itt tett volna jó darab. Ennél nem lehet kivágni a vázból, mint az E30-nál. Úgy kivágnám, mint a picsa. Nem lehet kivágni. Így van, vagy kell kitalálni. Aztán tenni egy hővédőt, így el fog fülni. Próbálok ezzel mutatni a nézőknek, hogy... Akkor oda fog felkerülni. Hát nem, itt volt. Ott volt. És itt rohadt volna. Várjál. És itt van, azt olyan szívesen kivágnám a vágat. Ja igen, mert akkor elférne. De nem baj. És akkor itt volt idáig. Akkor ezt megfordítom, hogy fájlet legyen, meg még megfordítom így, akkor ugyanarra mozdul a karra, merre kell. Állítjuk ugye a magasság ugyanott legyen, a szögek passzolnak, és akkor ebből ugyanakkor újra tesz ma a kar, úgy akkor elmozdulása, és ide betesszük a kettőt, azért így. És akkor el is fér, meg teszi is a dolgát, meg ugyanakkor áthúzva, hát nagyon fontos, amúgy. Meg ráadásul úgy fogom csinálni, hogy ezért, hogy állítható legyen. Aha. Na jó, nem látok semmit tőled, jó. Ez így volt gyálag, ez a turbónak a vezérlőmotorja. Ezt így van gyálag. Most ezt beállítottam, hogy ez vízszintesen állja a turbó. Ezt leveszem róla. Ezt elfordítom fejlefele és szembe. Akkor ez ugyanarra a mozgás, ugyanazt fogja csinálni. Ezt fogtam ki, hidegeztem egy vasdobot, és ezt meghegeztem, hogy ez az alapállás, hogy ez itt legyen. Ez így állt idáig. Így. Így. Ez volt a gyárás. Fontos, hogy a karnak ugyanott kell maradnia. Itt fogtam magam, idekeztem egy vasat, megtartja a kart. Ez az alapállás. Most ez, ha ezt átfordítom szemből, akkor ha mozdul, ugyanarra fogja mozgatni a kart. Ezt rá fogom ide csavarozni. Ide. Fogok egy imbuszkulcsot, persze nem az lesz. És akkor ezt ide hegeztek egy bakot neki. Ugyanúgy vízszintesbe tartom. Azért csináltam, hogy víztes, hogy ez ugyanabban függ legyen. Csárd meg egy bakot, és akkor a turbóna itt el fog férni már az a szabályzó. És itt jöhet a váz. Most mi barkácsolunk kicsit, és akkor csárd meg egy tartóbakot. Ez fix, és ahhoz képest tudunk nézni, hogy hol tegyük. Akkor most egy pár imbusz kulcs, azt bármit fogja ezt a művetet. Lehet imbusz kulcsokat feláldozni, csak legyen már kész. És azt ide fogjuk tenni így. Az imbuszkulcs, hát most lehet elváltani imbuszkulcsot. Ideegeztjük meg ide. És akkor itt tök jó lesz. Aha. Ide, ráegeztem még. Hát ideegeztek egy bakot neki. És közszépen ott el tud szabályozgatni, és elfér a vásztól. Reméljük. De egy pár pöttyel fogatom, meg aztán teszem fel helyére. Majd beállítunk egy imbuszkulcsot vagy kettőt. És akkor utána már hibátlanul fel fog férni a helyére. És ugyanott, tehát ugyanott mozgatja, ugye, mert az R mozgatja, akkor húzza kifele, amikor így állt, R mozgatja, húzza kifele. Tehát ő ugyanarra működik, ha szembe fordítod vele és feljele-fele. Ugye, ha csak így elfordítom, akkor pont megváltozik, pont a maradó. Akkor ellenkezőleg húzná. Aha. Ha így teszed, akkor meg pont jó. És pont elfirítően a válasz. Ugye teszünk még majd egy hővédő alumnyomra, azt ide fő fog forgatni, ugye dobja a hőt. Sokkal ennek jónak kell lenni. Ezt leváljuk a merevítést, hagyj mozgassa a kart. Ez így járt idáig. És ez csak egy finomság az építésből, ja, ha valaki autót épít. Ez egy szopás, nem finomság. Nagyon jó kérdésem támadt. Most az egy... Hogy ez kicsit vár számolni. Ez egy 20D, dízel, stb. Ezt nehéz volna átalakítani, mondjuk, hogy beletegyünk egy akár D1-es vagy D3-as 30D-t? Ha valaki azt mondaná, hogy 30D-t akar bele? Hát hozzon pénzt, azt beletesszük. De ez az autóban van D. Ez ilyen motor. Aha. Tehát az a 20D. 184 lós is, meg 204 lós is, az XT-ben itt 204 lós. És ha mondjuk azt mondanám, hogy szeretnék bele egy D3-as, mint a miénk, 231 lovas biturbóra. Ha van pénzed. De nagyon nagy macera? Mert ugye ezt mondjuk átalakítani benzinesre, az azt macera. Nem, azt nem. Nem, az maceras, de egy D3-as 30D-t azt belerakni. Azt egyéből lehet beletenni az E90-be, mint a komputer. Hát olyan, mint a miénk, az enyém, olyanból. A komputernek kell egymással beszélgetni. Aha. Sok mindent azért bele kell tenni, DST központot, hogy értsék egymást, meg minden. Na meg lehet csinálni. Az E30-be beletettem a kérdésben. Csak azért kérdezem, hogy akkor ezt meg lehetne csinálni, hogyha valaki ezt mondaná, hogy egy újabb D3. Persze, ezt tudom meg. De meg lehet, bármit meg lehet csinálni. De bármit. Mert hogyha mondjuk benzines V8-at akarnánk belőle csinálni, akkor a tankot, mindent. Keresél rá embert, én biztos nem. De nem úgy, hanem hogy... De meg lehet azt is csinálni. Csak akkor mindent át kell alakítani teljesen. Hát mindent. A dízel egyszerűbb, igen. Sok egyszerűbb. Aha. Na jó, ez csak egy ilyen kérdés volt hirtelen. Hogyha valakinek ilyenje van és 30D-t akar belerakni, de akkor egyszerűbb, ha fogja, eladja és vesz egy 30D-t ebből. Ezt csinálták ahol is. És hogyha mondjuk valaki szeretne ebből 30D-t, 218 lovast ajánlod, vagy a 204, vagy a 184 lovast? Ebben van D2-es motor, 204-re van lebutítva. Ami ugyanaz, mint a 218 lovas. Igen, csak le van butítva a 204 lovas. Aha. És akkor jobb a 204 lovas. Jobb, nyomatékosabb, erősebb, igen. Itt a szabolcs. Ha feltetted, ennek a szögnek ilyennek kell lenni, ennek. És ha átfordítod, akkor nem olyan a szög? Persze. Ugyanúgy kell majd, akkor... Igen, a sablont úgy kell megcsinálni, hogy pont ugyanabba a szögbe induljon a húzásba, mint ahol másik. Hát szépen most ide hegeszteni egy tartóbakot, mondjuk innen, egy ide. Tehát egy legyen mintán. Mert ez függőlegesen lenne, ha derékszög lenne, akkor tökéletes, de ez nem derékszög. Fel van a turbo, meg van csinálva a turbónak a szabályzó motor, ez teljesen máshol volt, és külön bakot kellett neki csinálnom, hogy elférjen, közben arra figyelnék, hogy ugyanolyan szögbe, ugyanolyan távolság nem érdekel, ugyanolyan szögbe álljon, hogy mikor mozdul az IV-nak kar, ugyanakkor a távolságot mozdítson magán a szabályzó karon. Tehát úgy kell feltenni, hogy pozícióra kell feltenni, de így most már el fog férni. Itt a motortartóbak, ez meg nagyon nem fog elférni, úgyhogy ez megy a levesbe. Fogtam egy vasat, rátettem, körberajzoltam. Én csináltam egy ilyen talpat, amit ugyanúgy kifúrtam. Aztán, mivel ezt 4 csavar fogta a bakot, de itt van egy 5. csavarnak is hely. Ott látom, itt van egy 5. csavarnak is hely, hogy minél erősebb legyen a bak. Tehát csináltam rátettem egy papírt, kifúrtam, ezt fölcsavaroztam a blokkra, így, és akkor megkerestem a luk, beelőtem, és utána erre fúrok egy lukat, és akkor 5 csavar fogja, minél erősebb legyen. És így már fogja 5 csavar majd. És most az van, hogy felteszem a motorra, az összes csavarjával, akkor elmondom, hogy miért. A lényeg az, hogy felmarad a lemez, és összekülök fogok egy ilyen papírcsíkot, mindegy miért, és akkor ezt bekötöm így, ezt meggörbítem, mondjuk így, és akkor ezt be fogom ide kötni. Tehát csinálok, ez rövid lett ugye, fogok egy hosszabbat, mondjuk egy ekkorát, ezt így meggörbítem, ki fogom fúrni, és akkor igazából csinálok most papírba egy sablont ide. Aha. És akkor ezt most rá fogom oda, mindjárt kilukajtom valamivel. Ráhúzom a bakra, és akkor persze rövid lett. A lényeg az, hogy csinálok ilyen papírcsíkokat. Azt elmértem. És akkor csinálok egy ilyet. Akkor megvan az, hogy passzol, akkor fölmegyek, és akkor lapos próbálok egy ekkorát. Ide rakom, ide hegeztem pár ponttal. Utána, közben már fenn van, meg is állt, akkor ezt bekötöm mondjuk ide egy papírcsíkkal, akkor föl még csinálok egy akkor vasat, ide is bekötöm, és sok helyen bekötöm a vasat, és akkor kész van a motortartóbak. Így kell készíteni. Aha. Nem tudtam mondani, hogy hogy csinálom. A motort fentebb billentem, egy centivel, mert ez úgyis ülni fog. Tehát most a bak, mikor kész van, feldinkelni a motornak, már rá fog ülni, akkor pont jó lesz majd. És ahogy a turbót elfér, minél több helyen be van kötve, annál már revebb a vak. Tehát így kell készíteni bakot. És utána, amikor kész van, ugye sok helyen bemerevítem, ezt meg körbe kell hajtani egy laposvassal, ezt körbe, hogy merev legyen. És ezt úgy szoktam, hogy nem görbít, hanem bevágom flexel a laposvasat, ékalap, és akkor felhúzom, aztán végighegeztem. És akkor csontmerevnek meg kell csinálni. Kész van, akkor leveszem és körbegeztek mindent. Aztán följön a síkóval lemez, vagy blokkon szoktuk összeegeszteni, nevetem egyenem maga a talp, és akkor jelentő kész van. Meg arra kell figyelni, itt van neki az olajlefolyója. Az olajlefolyó az le tudjon jönni ide majd, tehát ott esve föl kell tenni, ezt ki kell idehozni az olajlefolyóját, és ahhoz képest kell megcsinálni bakot majd, hogy utána jöjjünk rá, hogy az olaj kifolyjon, vagy nem folyik ki. És így lesz elkészít a bak. A szervomotor fenn a helyén, megcsináljuk meg a bakot, és akkor rángatjuk a bakot. Onnantól mehet, utána leveszünk minden tömítésre, összeszedjük véglegesen, és mehet a kipfogóshoz. Pontosan előtte még a coolereket összekötjük, a cooler már fenn van, és ezek már ki vannak találva, a coolert bekötjük, igazán odáig bekötjük az autó indulóképes, legyen saját lábán menjen, itt fog kipfogni, de és meg épít rá egy rendszert. És utána még vezér is kap majd vezérés cserét, hogy nagy elszakadjon a lánc. De ez most már itt tart a dolog. Turbó már jó, bakot folyamatában csinálom rajta, és csinálunk egy jó erős masszív bakot rá. És akkor a mai terv az a bak készítése? A mai terv az, hogy bak kész legyen teljesen, aztán vagy kell, vagy nem. Ez a terv, igen. Most neki elkezdem, hozok egy ollót, és akkor csinálok pontos lemezeket, megcsinálom a lefolyót, hogy lefolyjon. És akkor meg a lefolyó megvan, akkor látom, hogy hogy áll a bak majd. Fenn a turbo, megy a motortartóbak, az egyedi motortartóbak. Igen. Veszi a szíved. Itt onnan téteket javakuljak meg. Igen. Nagyon jó. Elfér mindenki, szilikócső, felbilincsezem és jó lesz. Megkapja a láncot, és szuper lesz. Ha vissza is értünk ide hozzánk, munkásról kezdjük a következő munkát. Nagyon szenzációsan jó napot töltöttünk Oroszlánba, a Chip Tuning műhelybe. Nagyon jó munkát végeztek, nagyon barátságosak voltak, csak is pozitív dolgokat tudok elmondani. Az autó szenzációs erős lett, tehát mondhatom azt, hogy a vállalkozáson felül, tehát 285 lóerőt és 527 newton. Mondhatom, hogy füstmentesen, nagyon jó. Tulajdonos az főleg ért a száján, annyira örült. És azt is tudni, hogy nem a vége volt, tehát mi volt az autóban, csak tovább nem akartuk húzni, mert ugye hajtáslánc, meg minden. Meg bőven elég ennyi lóerő. Úgyhogy jó is sikert a tuning, hál' Istennek. A konfiguráció, hogy nagyok mondják, a konfig jó lett a turbo, az összeállítás, cooler, visszamegy a pólasztot, amit építettem bele, úgyhogy jól lett, ülök neki. Ennyit kell mondani a tuningos napról, nagyon jó volt. És köszönöm innen is a chip tuningosoknak, hogy ilyen szenzációs munkát végettek. Ahogy a mester elmondta, az autó tökéletes lett, engem elvittek a próbakörre, előtte-utána gyári programma, írt programma, és azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon jó lett az autó. Ez köszönhető annak, amit Jenő csak úgy mormogott, mert nem szereti beismerni, de brutálisan jó munkát végzett. Felföldi Laciék elmondták, hogy egy tuning autónál az építés után a turbó belabdázása vagy bekarozása 10-ből 9-szer nem sikerül, és az az egy, ami jó, azt megrendelik máshonnan. Olyan turbó, vagy turbószisztemes turbó, és Jenő halálpontosan beállította az EMAP-IMAP tökéletes. Úgyhogy még bőven volt az autóba, az EGT megint jó, úgyhogy az, hogy ennyire jó lett az autó, az Jenőnek is nagyon, hát igazából neki köszönhető, a program meg persze Laciéknak, úgyhogy ki lehet hozni egy E46 20D-ből ennyi pacit, nem gondoltam volna, megmondom őszintén. Igen, írtátok rengetegen, hogy a golf miatt ne legyen rossz kedvem. Jenőnek a 30 éves tapasztalata mondatta vele egy-két dolgot, hogy mivel fogjuk tudni a golfot mocskos csibészessé megcsinálni, de majd, ha időt tudunk rá szakítani, mert autókának keresztül kasul mindenhol, meg Jenőnek sártana néha aludni, mert éjjel-nappal műhelyben van. Úgyhogy szerintem lezárom itt ezt a videót, nem is tudok nagyon mit hozzáfűzni, egy nagyon nagy élmény volt az építés, jó élmény volt megint, hát ugye mint mindig itt lenni a Red Power garázsban, nagyon nagy élmény volt az LA Chip Tuning, és még egyszer köszönjük a fiúknak ezt a hatalmas élményt, az egésznapos etetés, itatást, jó kedvet, jó létet, az egész ahogy volt. Úgyhogy lezárom itt ezt a videót, ha van véleményetek, nyugodtan írjatok le lent a komment szekcióban, mert mindent el szoktuk olvasni, és kívánunk nektek gyönyörű szép reggelt, estét, délelőttöt, délutánt, hételeit, hétvégét, attól függ, hogy ki, mikor nézi ezt a videót. Sziasztok!